ajaki lakodalmas táncokból mutattak be ízelítőt a Nyírség Tánc Együttes művészei Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban tartott sajtótájékoztatón, amelyen Kovács Ferenc polgármester és a Múzeumfalu igazgatója közösen jelentették be, hogy idén május utolsó szombatján megrendezik az első kappan és lakodalmas fesztivált. Kovács Ferenc azt mondta, a Múzeumfalunál keresve sem találnának jobb helyszínt ennek az új hagyományteremtő rendezvénynek. 2019-ben egy 900 milliós beruházásra, fejlesztésre felújítottuk ezt a csodálatos múzeumfalut, és ezután már bizonyítottan alkalmas 20 ezer fölötti gasztronómiai fesztiválok rendezésére is. Úgyhogy erre pedig egy lakodalmas kappanfesztiválra a legideálisabb helyszín. És a programok is olyanok, hogy mindenkinek szólnak. A jegyár is olyan, tehát 6 éves kor alatt, 70 fölött ingyenesen jön be valaki, kedvezményes jegyek vannak, és hát ugye olyan, ilyen lakodalmas ételeket ma már nem nagyon lehet sehol enni, ugye kóstolójeggyel lehet majd hozzájutni. Bárány Péter, a Master Good cégcsoport ügyvezetője úgy fogalmazott, rengeteg munkavállalója van a cégnek ebben a térségben, ezért is tartják fontosnak, hogy támogassák a helyi kulturális életet. Nagyságrendileg 3 millió forint érték, amit adunk ehhez a fesztiválhoz, mind a mellett, hogy biztosítjuk a kappanokat a szépségversenyhez, illetve a fazékba is. A Múzeumfaluba kilátogatók voksolhatnak a legszebb kappanokra, megtekinthetik a Kárpát-medence legszebb menyasszonyi népviseleteit, és az ajaki lakodalmas bemutató segítségével betekintést nyerhetnek a népi hagyományokba. Az ajaki lakodalmas 2,5 órán keresztül leköti a vendégeinket, részesei lehetnek egy valódi lakodalomnak, és természetesen a nap lezárásaképpen délután már 5 óra tájékán egy nagy koncerttel zárunk a Swing a la Django-val. Emellett a Múzeumfalu több területén családi közös programra, játszóteres programra, rajzversenyre invitáljuk a vendégeinket. A múzeumigazgató hangsúlyozta, május utolsó hétvégéjén a gyerekeknek külön figyelmet szentelnek, számos programmal és kedvezménnyel készülnek a családok fogadására.